Az 1980 karácsonyi műtárgy akció sikeri készítettek át, hogy valami hasonlóval próbálkozzon a maga szakmájában, a könyvszerkesztésben. A következő év karácsonyára szép kiállítású kötetet kellene összeállítani, jeles írók és grafikusok műveiből, kis példányszámban, módos könyvgyűjtők számára, akik hajlandók borsos árat fizetni egy könyvért, hogy a bevételből jusson a SETA támogatottjainak. Ez a kötet lesz az első könyv színvonalú szamizdat, álmodozott K. Levelünk címzettjeitől, írta a remélt résztvevőknek, lehetőleg kiadatlan kéziratot kérünk. A tervezett antológiának nem lesz szerkesztője, az antológiában szereplő versek, novellák, esszék tartalmáért így minden szerző maga felel. A felkérés nem mondta ki, hogy a kötet engedély nélkül megjelenő, tehát a létező jogszabályok értelmében illegális kiadvány lesz, de a fenti mondat világossá tette, miről van szó, hiszen a szocialista világban a sárga tengertől az Elbáig hivatalosan nem jelenhetett meg könyv, amelynek ne lett volna felelős szerkesztője, felelős kiadója. A felkérő leveleket K. és a SETA alapító Lengyel Gabriella mintegy 100 példányban dobálta be lakótelepi lakások és rózsadombi villák levélszekrényébe. Már összeült a SETA kötet ügyében az Újholdosok Politikai Bizottság, mondta K.-nak a Hungária presszójában Körös József, a valóság mindig jól tájékozott főszerkesztője. Valószínűleg nem fognak adni. Lengyel Balázs és Nemes Nagy Ágnes hamarosan meghívtak át, a szót a költőnő vitte. A politikai szerepvállás, az elutasított kéziratok külföldi kiadása reklám. Konrád György világhírű lett, Mándit meg külföldön senki sem ismeri, pedig gondolom nem vitatja, hogy Mándi nagyobb író, mint Konrád. Elutasítottak át Csúr is, noha a népi ellenzék és a demokratikus ellenzék között az ellentétek akkor még csak nyilvánvalóak voltak, de nem nyíltak. Csúri arra hivatkozott, hogy határozott ígéretet kapott, létrejöhet a régóta tervezett folyóirat. Csurka csak legyintett, és kézirat helyett 1000 forintot küldött a SETA-nak. Tegyük zárójelbe a cigánykérdést, az más természetű dolog, mondta Vas István. De ma Magyarországon olyan szegények, mint a 30-as években voltak, nincsenek. Kár vitatkozni próbált, statisztikákra hivatkozott. Vas azonban leintette. Majd ha azt látod, hogy az emberek felszedik a csikket az utcán, akkor gyere a SETA-val. A rendszerváltás után a kukázó hajléktalanokat nézve Kálmán nem egyszer elgondolkodott, nem volt-e Vas Istvánnak ebben is igaza. A visszautasítások ellenére a végeredmény korán sem volt lehangoló. 38 író adott írás az ellenzékiként számon tartott szerzőkön kívül, olyanok, mint Bella István, Gyárfás Miklós, Hernádi Gyula, Marsal László, Rába György, Ráncsa István. Jékeni Zoltán minden további kérdés nélkül átadta egy verse kéziratát, a kézzel írott szépséges lap eredeti formájában került a kötetbe. Karinti Ferenc egy erdélyi vonatkozású karcolatát küldt el, amely valószínűleg fennakadt a cenzúrán. Még jobb volt a helyzet Bálint Endrétől Vécz Tiborig, a képzőművészekkel, közülük szinte senki sem utasította vissza a felkérést. Az előállítás esélye is ígéretesnek tetszettek. A Várostervező Intézet sokszorosító üzemének egyik nyomdásza biztosította K-t, fusiban néhány hét alatt elő tudják állítani a könyvet. K. elbízta magát, úgy viselkedett, mintha még mindig egy állami könyvkiadó szerkesztője volna. Bement a sokszorosító üzembe, amelynek az ajtaján méretes betűkkel hirdette a tábla, idegeneknek belépni tilos, és letelepedve a szedő mellé, stilizálni kezdte az utószavát. A nyomdász figyelmeztette, kéretlen látogatását jelentették, őt figyelik, egyelőre le kell állni a munkával. De a leállás már nem segített. 1982. május 31-én és június 1-én az üzemi rendészek lefoglalták a SETA antológia egész szedését. Az Állambiztonsági Szervezet 1982. június 23-án kelt információs jelentése szerint illetékes helyen döntés született, a különböző kulturális intézmények vezetői folytassanak beszélgetéseket azokkal, akik a SETA antológiához műveikkel hozzájárultak. A szerzőket, kivéve az ismert ellenzékieket, Tóth Dezső miniszterhelyettes utasítás alapján sorra behívták, kit a munkahelyi főnöke irodájába, kit a szerkesztőségbe, ahol publikálni szokott,
vagy Funk Miklóshoz, a Művészeti Alap irodalmi szakosztályának igazgatójához, hogy vonják vissza az írásokat, rajzukat. Az érintettek elmondása szerint figyelmeztetések hangzottak el a lehetséges következményekről, ösztöndíjak megvonásáról. Benei Zsuzsát azzal győzködték, nem tudhatja, milyen írások társaságában fog megjelenni. Ha a Kortársban publikálok, akkor sem tudhatok, felelte Benei. A Mozgóvilágnak azokkal a szerzőivel, akik az antológiába adtak írást, Kulin Ferenc főszerkesztő beszélgetett. Kulin érzékeltette, üzenetet tolmácsol. Végül mindössze 4 írótól és 1 grafikustól érkezett visszavonó levél, az ő műveik nem is szerepelnek a kötetben. Kimaradt a kötet nyitó és egyúttal címadó verse. Az antológiában a szerzők az ABC rendjében követték egymást, a költő neve A betűvel kezdődött. Páskándi Géza, aki szép prózai példázatot meg egy kényszerírott verset is adott, megkérte Kárt, hogy keresse fel a Kortárs szerkesztőségében. Nem jelenthet meg, közölte komoran. Akkor visszavonnak, kérdezte Kárt. Nem, amit egyszer odaadtam, azt nem vonom vissza, szögezte le Páskándi. Akkor megjelenik, mondta Kárt. Nem jelenhet meg, így a költő. Ez a párbeszéd vagy 3-szor megismétlődött. A helyzet egyre abszurdabb. Kárt elindult kifelé, nem tudta, mit kell tennie. Tudod, én 6 évet voltam a Duna Deltánál, szólt utána Páskándi halkan. A Feketében 1983. februárjában jelent meg, miután 2 újabb razzia során a példányok 2/3 elkobozták. Időközben meghalt Jékeli, öngyilkos lett Hervai Gizella, aki nem vonta vissza, van, aki csak szabadban tud beszélni, című megrázó versét, és öngyilkos lett Matolai Magda, a SZET egyik alapítója. A könyvbemutató Kilinszkitől kölcsönzött címet viselt, a mélypont ünnepélye. K. elvitte a szerzőknek a tisztelet példányokat. Tekintettel a biztosra vehető telefonlehallgatásra, egyikük sem jelentkezett be előre. Krutkovics Tibor úgy nézett Kára, mint a beltegről látogatta volna. De hát én visszavontam, mondta rémülten. Kinél érdeklődött Kár? Funk Miklósnál. Mert hát szólt nekem. Mert Funk azt mondta, úgysem fog megjelenni. Gyurkovics Tibor 2008 őszén hunyt el, körülbelül akkor, amikor K. éppen kötetbe rendezte az írásait. Lelküdvért Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mondott, engesztelő szent misét. Ferenc, hát hallották,